ez egy közeli verseny nekünk, úgyhogy ide is jönni akartunk. Trabanttal is mentünk rajta annó párszor, tetszik is ez a gyorsaság, úgyhogy nem nagyon akartuk kihagyni. Trabanttal mentünk utoljára, ilyen utcai gumikkal mondhatjuk, az teljesen más volt, mint ez, úgyhogy de jó lesz, úgy gondolom, tetszeni fog. Trabanttal jó volt, ezzel még soha nem mentünk, úgyhogy ez majd kiderül nem sokára szerintem, perceken belül, hogy milyen. Szerintem ugyanaz lesz, mint Szőrősardon, szeretnénk gyorsulni körről körre, aztán a többi meg majd alakul. Fontos, mert jobb három gumi is lefelé, jobb három gumi lefelé, és bal egy gumi, bal egy gumi. Ide való, nagyon, nagyon jó szerintem, nagyon éljük az autót. Igaz, jó, vannak olyan részek, amit még nem merünk átnyomni, ugye, mint ugye még Szőlősardon ültünk úgymond először úgy versenykörülmények között benne, de lényegesen jobban megyünk már, mint ott szerintem. Még az azt szerintem ilyen bazos időszak volt, az nem most volt. Nagyon jó, nagyon, nagyon tetszik, ugye halad, már tényleg egy igazi versenyautó, ezzel lehet szépen menni. Ugyanúgy, mint Szőlősardon, nézzük a saját időnket, tudjunk gyorsulni, ez a fontos nekünk. Én azt vettem észre leginkább, hogy nem vagyunk olyan idegesek, és ez szerintem sokat számít, hogy nem úgy ülünk be az autó, hogy hú, mi lesz, hanem hogy azért fényévekkel jobb.
kikerül. Bal öt kikerül, és a jobb egy is a bal. És a sima bal és a 300-ra lassító lesz jobbról. Azzal kezdeni szerintem, hogy az autó tökéletesen működött, nem volt semmi gondunk, tényleg a futómű beállítás is erre a dobálósra, aszfaltra úgy gondolom, hogy tökéletes lett, még ilyenen sem nagyon mentünk, de tényleg minden, nekünk ez a gyorsasági tetszik is, sokan mondták, hogy rossz a minősége, de szerintünk nagyon jó ez így, ahogy volt, úgyhogy mi meg vagyunk elégedve ezzel az egész versenyzéssel. Hát főleg, hogyha nem kellett most sokat várni, az még jobbat volna. Tetszett, én szeretek ilyen pályán menni, úgyhogy tényleg mondhatnám, hogy ilyen lenne mindegyik, akkor nekünk tökéletes is lenne.